Január eleje óta működik egy oltópont a Balassa János Kórház C épületében. Itt már sok ezer ember kapta meg a koronavírus elleni védőoltást, ahogy a Babits Mihály Kulturális Központban létrehozott oltópontokon is sokan kapták meg a vírus elleni védettséget nyújtó anyagot. Ám ha szükségessé válik, a kórházzal szembeni Ybl Miklós utcai ügyeleti központban is létrehozhatnak egy új helyszínt. Az épület korszerűsítése most fejeződött be. Ennek a feltételeiről tárgyalt Ács Rezső Szekszárd polgármestere és Németh Csaba, a Tolna megyei Balassa János Kórház főigazgatója. Azt mondták, csak akkor alakítják ki az oltópontot, ha szükségessé válik. A jelenlegi oltópontunknak a kapacitás bővítésére, ha szükség van, akár a jelenleg használt kórházépületnek a gyógyításába való visszavonásában vagy visszairányításában, akkor pedig ugye az oltópontot kell valahol máshol megoldani. Szekszárd polgármestere azt mondja, ezzel is segíteni szeretnék a kórházat a vírus elleni küzdelemben. Mivel az ügyeleti központ felújítása az éppen most fejeződött be, az épület már készen van, azt gondolom, hogy ez alkalmasra tehető közép hosszú távon arra, hogy itt egy vagy több oltópont kialakítása is megtörténjen. Ács Rezső hozzátette, mindent megtesznek annak érdekében, hogy minél kevesebb beteg legyen, és minél többen kaphassák meg a védettséget nyújtó oltást.